Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, itt vagyunk Rákoshegyen. Egész pontosan a 17. kerületben a 120 A-as útvonal mellett, ugye ez még, az még mindig a Budapest újszászolnokos útvonal, Rákoshegy állomás után, körülbelül egy olyan pár száz méterrel. És itt vagyunk a Kéve kötő és az Erdősor utca között, amit... És az az érdekesség itt ezen a környéken, hogy itt régen volt egy sorompós átjáró, amit megszüntettek. De mindjárt meg is mutatom. Na szóval itt vagyunk, ez itt a Kévekötő utcának a vége. És ott van szemben az Erdősor utca, és itt valamikor így a két utca között volt egy rendes sorompós átjáró, kézi tekerő sorompóval, és valahol itt volt a bakterház. Itt ezen a részen, de majd a fentről.hu-n lévő képet ide bevágom, és akkor azon pontosan látszik. Itt bizony egy rendes közúti átkelő volt, teljes sorompóval, és itt látjátok, itt meg is van a vadcsapás, egy ilyen kitaposott ösvény, ahol még biztos, hogy mai napig mennek át itt a sineken. De gyakorlatilag az igény az nem szűnt meg arra, hogy itt legyen átkelő, csak ez valamiért gondolom, hogy a villamosítás, meg itt a pályafelújítás után ezt nem építették vissza, meg én még arra gondolok, hogy mikor, de erről sincsen fontos információ, mert erről az átkelőről azért persze sehol semmit nem írnak, hogy miután az automatikusan működő térközrendszer kiépült, akkor szüntették meg. Tehát akkor nyilván megszűntek az ilyen kézi tekerős sorompók is, és mint ahogy ott is látjátok ott a háttérben, ott van egy fénysorompós átjáró, tehát nyilván mindegyik. Tehát a térközölhelyek és a szolgálatok megszűntek és át felváltotta őket, az ott is látható, hogy automatikus térközrendszer. És a tekerő sorompók helyett lettek fénysorompók, a térközölök helyett pedig már a technika dolgozik. És egyébként ott nem is olyan messze van is egy átkelő, a labirintkordátus, ide látom, azt majd megnézzük. Tehát szerintem csak átköltözt egy picivel odébb. És nézzétek, itt van ez az Erdőkövesd utca. Hát menjünk, nézzük meg, aztán majd meglátjuk, hogy találunk-e valamit. És akkor erre mondtam, hogy jól láttam, amit láttam. Itt van egy rendes gyalogos átjáró, kiépítve labirintkorláttal. És ez bizony megmaradt. Ez lehet, hogy régebben is itt volt, lehet, hogy utána építették, de ez megmaradt. És hát azért nyilván azért egyszerű gyalogosokba lehet bízni. Tehát kitaposott ösvény a labirint korlát mellett megvan mind a két oldalon. De szabályosan ezen így kell átkelni, hogy ezen végig menni. Ez már csak azért is jó, mert így mindig biztos, hogy arra néz az ember, amelyre kell, hogy látja mindkét oldalt a vágányt, hogy jön-e valami. És ha nem jön, akkor ugyanígy át lehet jönni. Egyébként innen még rá lehet látni a fénysorompóra is. És itt a másik oldala. Úgyhogy végül is, hogy ezt az átjárót megszüntették annak, hogy a volt reális, akkor is aztán egy logikus döntés is volt, mert tényleg gyalogosan itt át lehet, hogy nem is olyan messze tőle lehet. Látjátok, ott volt a következő szelvénynél. Mennyi is az? Ez a 70-es. És akkor ott a 69-es, meg a 70-es szelvény között volt az a régi sorompós átkelő. Most pedig itt vagyunk a 71-esnél majdnem, a 70-es a 71-es között, és itt van a másik, tehát gyakorlatilag 100 méteren belül. És még egy 100 méterre a másik irányba pedig, ja, egyébként arrafele van Rákoskert, 102-es szelvénynél már a megállóhely van. Cserékosszú legalább 400 méteres peronja van. És arra pedig is a Rákoshegyi vasútállomás. Ugye végül is ez egy logikus döntés. Igen, ott van a 65-ös szelvénél van a közúti átkelő. Most pedig mi a 70-es, vagy 71-es között vagyunk. De végül is ez még egy logikus döntés is lehetett, hogy ezt a átkelési lehetőséget végül nem építették vissza. Valószínűleg nem lett volna sok értelme így a két másik között. Úgyhogy ez a rövid kis vlog, ez akkor ennyi lett volna, és ezt akartam nektek megmutatni, hogy itt ilyen is van. Hát 120 A-vonal az már csak ilyen
megszüntetett gyalogos aluljáró, megszüntetett közúti felüljáró, és egy megszüntetett szintbeni átjáró is. Eddig csak ezen a rövid szakaszon. Így mondjuk Rákostól Rákoskertig ennyit össze lehet szedni rajta. És lehet, hogy van még több is, majd hogyha hallok még ilyen infót, akkor azt majd utána fogok járni. És ezúttal is üdvözlöm a 120A csoportnak a tagjait. Lehet küldeni a kritikákat, lehet ezért kijavítgatni, hogyha van valamit rosszul mondtam. Úgyhogy sziasztok!